Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Tegnap este ünnepélyesek keretek között átadták a Szent István díjat. A rangos elismerést ebben az esztendőben Kozsenszky Richárd bencés szerzetes panonhalmi tanár, kiérdemesült Tihanyi Perjel vehette át. Kérem, nézzük meg együtt a vele és Pány Antal megyes püspökkel készült beszélgetést. Ides Tova, 15 esztendeje annak, hogy az első Szent István elismerést átadhatta a kuratórium, Sobor Antal kapta. Én azt gondolom, hogy azóta is megszokhattuk, hogy az arra érdemesek is szívesen gondolnak erre a pillanatra, hiszen ebben az esztendőben például Kozsenszky Richárd bencés szerzetes perjel érdemelte ki ezt a díjat, én azt hiszem, hogy jogosan. Milyen alapvetései vannak ebben a felgyorsult világban a Szent István elismerésnek? Itt, Szent István városában, a koronázó városban. A díjat úgy alapították, miben Gogli Árpád miniszter úrnak fontos szerepe volt, és mint alapító ezt az értékrendet fontosnak tartotta, hogy megemlítésre, megőrzésre kerüljön. Az volt a szándéka, hogy a Szent Istváni értékrendet tudjuk fölmutatni, bemutatni, hogy ez ma is igazi érték, ma is élhető érték. Így próbáljuk megtalálni azokat az embereket, akik akár országos elismertségűek, akár országos kiterjedésű munkát, feladatot végeznek, akár egy kisebb közösségben, de ugyanolyan módon, odaadottan, felelősen végzik a maguk munkáját, ők kapják ezt a díjat. Egyik esztendőben székesfehérvári illetőségű ember, másik esztendőben valaki a város határain túlról. Amikor a díjat Kozsenszky atyának akartuk adni, illetve úgy döntött a kuratórium, hogy a javaslatok közül ő legyen az, akit díjban részesítünk, akkor azt láttuk, hogy egy olyan embert látunk magunk előtt, aki hitében Szent Istvánt követi, aki a hitet nem csak megőrizte magában, hanem annak továbbadásán fáradozott, és aki mindig ezt úgy tette, hogy a keresztény kultúrát ápolta, népszerűsítette, őrizte, terjesztette, tette ezt egész életében át. Mint bencés szerzetes, mint győri tanár, mint panonhalmi igazgató, vagy legutóbb, mint Tihanyi Perjel. Nagy része volt abban, hogy Tihanyi apátság igazán lelki-szellemi központjává vált ennek az országnak. Úgy gondolom, hogy az ő személyében méltó ember lett a díjazott, és méltó helyre került az idei Szent István díj. Ez minden esztendőben egyfajta üzenet és megerősítés. Megerősítés a hétköznapi embereknek, és mindazoknak, akik a Szent Istváni szellem szerint teszik a dolgokat napról napra. Feltétlenül ez a szándéka az alapítónak, és ezzel a szándékkal azonosul a kuratórium, hiszen egy embert kiemelünk, díjazunk, méltónak tartunk arra, hogy odaállítsuk a többiek elé, de azzal a szándékkal teszik ezt, hogy a többiek kövessék. Akarjuk, hogy a Szent Istváni értékrend az ivódjon bele minél több ember szívébe és lelkébe, és ne csak a tudatában legyen jelen, hogy van egy ilyen valami is, vagy régen volt valami ilyen is, hanem legyen az a mindennapjaiban meghatározó, legyen az ő egész életét meghatározó értékrend, és próbálja meg a hétköznapban a kisebb dolgokat így intézni, de így dönteni a nagy dolgokban is, így vállalni, ezzel a értékrenddel vállalni a maga küldetését a mai világba. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Székesfehérváron, gratulálunk az elismeréshez. Ides Tova 60 esztendeje, hogy érettségizett, majd átlépte a rendház küszöbét, és 55 éve annak, hogy felszentelték. Ez egy igazi ünnepi pillanat, két emberöltönyi távolság. Melyik volt az az első gondolat, amelyet megfogalmazott a felszentelésekor? Megmondom őszintén, nem fogalmaztam meg semmit, hanem vannak az ember életének olyan pillanatai, amikor megáll az idő, amikor valami úgy beteljesedik, és azt mondja, Uram Isten, itt vagyok, miért is vagyok, mit vársz tőlem, gyenge vagyok, rád bízom magamat, rendelkezz velem. Azt hiszem, hogy ezek nagyon sokat mondó szavak.
Nagyon sok olyan gondolata van, amely a hétköznapokon számunkra kivételesen fontosak. Ebből egy, minden ember számára mindennapi feladat, hogy harmóniát teremtsen önmaga körül, hogy rendet tartson dolgaiban és önmagában. Én azt gondolom, hogy az ön életútja példa erre. Miként lehet úgy élni, hogy a minden hétköznap ünnep lehessen? Mindig zavarba jövök, ha ilyet mondanak, hogy példaértékű, ugyanolyan gyönge ember vagyok, mint mindenki más. Sok mindenért hálás lehetek az Úristennek. Hálás lehetek azért, hogy jó családi hátterem volt szüleim. Hálás lehetek azért, hogy jó iskolai hátterem volt Pannonhalma. Hálás lehetek azért, hogy jó közösségem volt mindig, és egy közösségben éltem, a Bencés Szerzetesi Közösségben. Szent Benedek atyánk regulájának központi fogalma a rend, és ebből a rendből fakad a béke, egész életünkre szóló feladat keresni a békét, és rendben lenni önmagunkkal, másokkal, az egész ránk bízott világgal. Egyik diákom mondta egyszer, mikor a szekrényében nagyobb rendet találtam, akkoriban még volt szekrény, vizit, a 60-as évek végén. Mikor tettél itt ekkora rendet, azt mondta, atya, rendet nem rakni kell, hanem tartani. És ez nagyon fontos mindenki számára, hogy ne rakjon rendet, hanem tartsa meg azt a rendet, amibe bele teremtette őt az Úristen. Az egymáshoz való viszony, a kapcsolat az emberek között kivételesen fontos. Ön úgy fogalmaz, hogy nyugodtabbak lehetnénk mindannyian, ha jobban meg tudnánk becsülni egymást, akik részei vagyunk ugyanannak a világnak. Furcsa tapasztalásom van, de ez nem az én tapasztalásom csupán. Olyanok vagyunk mi, nem hiszem, hogy ez magyar sajátosság, de nagyon is emberi. Hogyha valakiről valami jót mondanak, akkor azonnal azt mondjuk, hogy ha te tudnád azt, amit én tudok róla, akkor nem is dicsérnéd annyira. Egymásra vagyunk utalva, és észre kell vennünk a másik emberben azt a jót, azt az adottságot, azt az adományt, amivel ő is tud szolgálni, és egymást ki tudjuk így egészíteni. És hogyha ezt megtennénk, akkor valóban szebb lenne, nyugodtabb lenne, gazdagabb lenne a világ. Mi minden kell ehhez, hiszen felgyorsult a világ, tudjuk jól. Rohanunk, nem állunk meg egy-egy pillanatra, mint annak idején, holott a lehetőségünk megvan rá. Nem kell megvárni azt a pillanatot, amikor megállítanak bennünket. Amikor baleset ér, vagy valami szerencsétlenség, igenis mindenkinek kötelessége saját magát karban tartani, és ahhoz, hogy karban tudjam tartani magamat, szükségem van a csendre. Ebben a csendben tudom elrendezni a dolgaimat, és ebben a rendben nyilatkozik, vagy hangzik föl az, amit lelkiismeretnek mondok. Kell, igenis. Meg kell állnunk, el kell gondolkodnunk, és tudatosan kell élnünk. Ünnepi pillanat, hogy találkozhattunk, ugyanakkor ön úgy fogalmaz, hogy minden találkozós meghatározó lehet, minden találkozás ajándék, minden találkozás kapcsolat, s a találkozást búcsú követi. Viszont minden búcsúzásban megérzi az ember a végtelenre éhező ember végességét. Igen, ez így van. Benne élünk az idő szorításában, benne élünk a térnek a szorításában, és újra föltesszük a kérdést, ez a Madácsi kérdés, hogy szűk határú lét-e mindenem, és rá kell döbbennem, hogy nem, hogy az ember sokkal több annál, hogy csak jól lakik. Igenis, a pillanatok a végtelenre nyílnak, a találkozások egyszerű és megismételhetetlen ajándék minden ember számára, és valahol olvastam, hogy én magam is ajándék vagyok, ha van mit ajándékoznom. Vállalnom kell ezt a feladatot, hogy saját magamból adjak a másiknak, és akkor értelmes lesz az életem.
ünnepi pillanatokban Szent István királyunkra emlékezve, az ő dolgát folytatva, ha úgy tetszik, adják át ezt az elismerést, a Szent István díjat és emlékérmet. Milyen gondolatokkal fogadta az értesítést arról, hogy az idei esztendőben a kuratórium önt javasolja a díjra? A hír meglepett, érdekes módon pár méterre álltam Győrben Szent László királyunk Hermájától, amikor spányi püspök atya telefonon felhívott, és kérdezte, elfogadnám ezt a díjat, megilletődve mondtam igent, és akkor eltűnődtem, és különösen ezekben a napokban is, amikor Szent István ünnepén is majd beszélnem kell, mit is jelent számunkra Szent István, milyen feladatokat, kihívásokat. És akkor most az fogalmazódott meg bennem, hogy Szent István számára nagyon fontos volt, hogy a következő generáció számára, Imre herceg számára intelmeket adjon. Voltak értékek, amiket tovább kell hagyományozni. És akkor fölteszem a kérdést, hogy vajon megfogalmazzuk-e mi most, mai magyarok, magunknak azokat az értékeket, amelyeket igenis kötelességünk továbbadni az utánon következő generációnak. És mik ezek az értékek? Mindenképpen érték a hűség a hazához, hűség a nemzethez, hűség az anyanyelvi kultúrához, a nyitottság, a befogadás, egymás különbözőségének elfogadása. És nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk a végtelenre. Nagyon fontos Szent István király számára a hit, a kereszténység. Igenis vállalni kell a gyökereinket, és a gyökereink keresztény gyökerek és magyar gyökerek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!